látja meg a macska. Na, milyen volt? Na, és igen. Sziasztok, én Gondol vagyok, és most tudom, hogy nem sok mindent láttok, ezért elnézést is kérek, viszont most éjfél van, és én hajnalban indulok Görögországba, és viszlek ugye titeket is. Amúgy meg most renderelődik a FIFA 16 demójának a videója, nem tudom, hogy most mennyire látjátok, fókuszált már remélem. Na gyerekek, itt is vagyunk az első megálló helyünknél, az a fajintos busszal jövünk, nagyon szép, tényleg. Ebbe fogom eltartani az elkövetkezendő 20 órámat, mert ugye Görögországba busszal jöttünk, meg plusz kom, meg minden. Ja, reggel 8 óra van, ti iskolába vagytok, én meg már itt vagyok. A gyerekek már itt vagyunk Görögországban, eléggé hosszú volt az út, ugye Magyarországról Szerbiába, Szerbiából Macedóniába, Macedóniából Görögország, Görögbe, ugye még lemegyünk a tengerhez, ott átszállunk a kompra, és eljövünk ide Zakintosba. Eléggé hosszú volt, mondom, most foglaltuk el a szállást, amúgy nagyon szép így az egész Zakintosi sziget, amennyit láttam egyenlőre belőle. Most mindjárt elmegyünk egy boltba, mert semmi élelmiszerünk nincsen. Na gyerekek, ebbe a fantasztikus apartmanba szálltunk meg, tök szép pálmafás, és ott van lent a tenger. Körülbelül 30 méter, szóval fantasztikusan távol vagyunk a tengertől. Na gyerekek, ma egy egész szopos hajóútra készülünk. Eléggé hosszú lesz, körbe hajózzuk az egész szigetet, az körülbelül 130-140 km. Szóval el leszünk egy darabig, plusz megállunk még az öblöknél, ott lehet fürdeni, meg ilyesmi. Eléggé fasza lesz, de hát eléggé sok idő is lesz. Mondom, egy nap, estére érünk haza, megkajálunk giroszt, mert giroszból áll az élet. Na gyerekek, itt is vagyunk a Navajói öbölben. Ezt az öblet választották meg 2014 legszebb öblének, és elvileg még most is tartja. Mint láthatjátok, tényleg nagyon szép öböl, és egyszerűen fenomenális egész Zakintos, eszméletlen szép. Itt van egy hajó, ugye ami roncs. Itt vagyunk most egy kis időt, most lehet bármit csinálni. Nagyon szép a tenger, is láttuk delfineket, és oda nem szabad felmászni, mert a végén még asszaszinok leszünk. Thank you.
Igazából most kettő nap történéseit láthattátok. Másik nap elmentünk még egy öbölhöz, meg akkor láttuk a technősöket is, amikből igazából most nem tudom ti mennyit láthattatok, mert még nem néztem meg a felvételeket, de azért reméljük jól sikerültek azért. Aztán a hajóra ki volt írva, hogy nem lehet se fejjel, se hasas ugrálni a vízben, mert veszélyes. Nem a medencében vagyunk, hanem a nyílt vízen, és történtek már belőle balesetek, így még saját felelősségre sem lehet beugrani a vízbe, de attól függetlenül tényleg nagyon jók voltak a túrák, és mindenkinek ajánlom. Zakintos Laganászba vagyunk igazából most. Tényleg eszméletlen szép, egy próbát szerintem mindenkinek megér, főleg a Navajo-jövőből az nagyon zsír, csimírcsi. Na gyerekek, bemutatom nektek a sziget legolcsóbb selfie botját! Ha csak így a turba szeretnétek használni, akkor ide a végre rá tudtok szerelni kamerát, fényképezőgépet és bármit, aminek ilyen a bemenete és tökéletes felvételeket tudtok vele készíteni. Ajándékba kapunk hozzá egy ilyen kis kengyelt, ugye ebbe a telefont tudjátok belerakni, és ugyanúgy felvételeket tudtok készíteni, ugye a végére így rá akasztjuk, és akkor ez így jó lesz. De a selfie botoknak van egy kábelük, ugye, amit tudtok csatlakoztatni a telefon jack bemenetéhez. Hát ennek nincs. Ennek ilyen kis nyomógombos cucca van. Az a lényeg, hogy le kell szedni a netről valami kamera 360 appot, ugye ez fenn van a Google Play-en. Bluetooth-szal hozzá tudjátok kapcsolni a telefonhoz, és a telefon kamera beállításaiban megváltoztatok valamit, ami illusztrálva van, csak elég bonyolult, akkor itt, hogyha megnyomjátok az Android gombot, akkor tudtok így felvételeket csinálni, és itt megy el mellettem egy motoros. Azt ne kérdezzétek, miért nem egyszerűbb, hogyha csak itt van egy kábel, és az beledugod a telefonba, hanem ilyen cuccal kell megoldanatok. Nem tudom. Nagy gyerekek így néznek ki összeszerelve, és igazából amire én használnám, arra tökéletes gomb nélkül is. Na gyerekek, elérkezünk az utolsó naphoz, jelen pillanatban 1:30 van, 7-kor indul el a kompunk, az egy óra alatt körülbelül átér, akkor lesz ugye 8, utána meg még egy 26-27 órás buszunknak nézünk elébe, mert ugye lezárták a határt, és akkor is kerülünk, még meg minden, szóval a számításaim szerint éjfélre hazaérünk, remélhetőleg. Na srácok, indulás előtt még bedobunk egy jó kis gyroszt a Penguin Fast Foodba, a legjobb gyroszosnál. Nagyon szépen köszönöm gyerekek, hogy megnéztétek ezt a videót, a napokban még fel fog kerülni a Jujjak Team befejező, azaz 10. része, és utána meg már csak FIFA 16 van.